A szülők végig beteg gyermekük mellett maradhatnak, amíg ő gyógyul. Ez az Anyákháza program célja. Ezt a programot bővítik most országos szintre, és jövőre már 5 anyákháza működhet Magyarországon. A pályázaton egy budapesti és 4 vidéki kórház nyert támogatást, köztük a kisvárdai Felső-Szabolcsi kórház is. Erre nyáron adtuk be a pályázatunkat a gyermekosztály fejlesztésére, és erre szerencsésen nyertesnek hirdettek minket. 5 millió forintot fogunk kapni a kórházi alapítványunk, amelyből a gyermekosztályon az anyák elhelyezését tudjuk megoldani, hogy komfortos körülmények között tartózkodhassanak a gyermekeik mellett. Jelenleg így néz ki a mamaszoba a kórházban. Itt most nem alszanak a szülők. A támogatásból ezt a helyiséget is átalakítják, hogy megfelelő körülmények várják a hozzátartozókat. Padlócserét, festést, fürdőszoba felújítást, ágyak és fotelek cseréjét tervezik. Jelenleg ezekben a kórtermekben gyógyulnak a gyermekek. Szüleik most is velük lehetnek kórházi tartózkodásuk alatt. De a komfortosabb elhelyezés miatt a termek területét megnövelik, felszerelik azokat szülőágyjal, zuhanyzóval és vécével, kézfertőtlenítést és megfelelő kézmosási lehetőséget biztosítva. Mindemellett közösségi teret is kialakítanak a támogatásból, és fejlesztő játékokat is beszereznek. De nem csupán a gyermekosztály újul meg. A kórház konyhájában az utolsó simításokat végzik a munkások, itt is egy nagyszabású beruházást tart. Jelenleg folyamatban a kórháznak az élelmezésének a felújítása. Új konyhatechnológiai eszközöket szereztünk be, ennek az átadása gyakorlatilag most folyik. Felújítottuk a konyhánkat is teljes egészében, illetve most párhuzamosan 2 darab liftet építünk, amely megkönnyíti a betegeknek, hogy a laboratóriumunkat meg tudják közelíteni, és a szakrendelő 2 szintje között is a nehezen mozgó betegek számára könnyebbé tesszük majd a mozgást. Egyelőre még falak takarják a lifteket, de ez a fejlesztés is hamarosan a végéhez ér. Jövőre pedig további munkálatok is kezdődnek még a kisvárdai kórházban. Közel 120 millió forintból egy napellenparkot telepítenek az egészségügyi intézmény területére, illetve 1,3 milliárd forintból a kórház külső hőszigetelése és a nyilászárók cseréje is megvalósul majd.